Szevasztok, üdv mindenkinek, ismét a Kocapeca csatornát látjátok. 2022. március 27. Kelleves délután. A nap előző részében a jársági főcsatornán kísérleteztem. Sajnos nem sok sikerrel, egy-két sneci és bodorka akadt a horogra. Mindenféle horogmérettel, csalival, vízmélységgel és távolsággal próbálkoztam. De sajnos nagyobb halad nem bírtam fogni, és akkor hazafele indulván ezt a kis csatornát szemügyre vettem, láttam, hogy egy-két horgász azért van itt, és megpróbáltam egy kis pecát összehozni azért a mai nap. Jászkísérés P között van ez a kis csatorna, ez a szivárgó, ami most a téli vízállását mutatja inkább, mert elég alacsony a vízszint, 1 méter a maximum, de inkább csak 80 centi. És egy-két apró halat, hát, hogyha bírok fogni. Vagy talán egy-két pontyot, vagy amúrt. De a ragadozó állomány se, semmi. Igen, itt van az első jelentkező. Ez egy szép kis kárász. A horgon volt egy csonti, ami már nem olyan életképes, meg egy félbevágott kukorica. Ugyanis a csontit rossz helyen tároltam, és befulladt. És egy-két életképes példányon kívül nem sok maradt. Ezért még a horogra rakok egy kis kukoricát. De egy nagy szemet azért. Ezek a cseppek nem bírnak bevenni, ezért ha félbevágom őket, és így rakom föl. És mehet is vissza az úszó. A szákot azt behelyeztem. Ez egy sötét színű, sűrű szövésű, elég jó, tartós, nagy súly bírású szák. Tavaly jó néhány busa és pont is volt benne, szerencsére. És mi egymás? És nézzük a következő jelentkezőt. Igen, ott van, de még nem bírja bekapni. Kisebb horgot raknék fel, vagy esetleg két szem csontit, akkor azt folyamatosan megállás nélkül megy az úszó. Le se ér szinte, mert a snecik elkapják víz közt. Néha egy kis kenyérrel a felszínre csábítom őket, hogy ott rajcsúrozzanak, és a nagyobbakat ne zavarják alul, tehát csak lemennek ők is. És mindenre kapnak, ami mozog, víz tetején is, hogyha egy rovar beleesik, egyből körbeveszik. És itt is a következő, ez is egy picike kárász. Ezüst kárász, sajnos nem széles kárász, nem arany kárász. Egyelőre itt a vödörbe pihen, amíg úgy nem gondolom, hogy egy kis fürdéssel összekötve berakom őket a szákba. Hát még a víz hőfok az sajnos nem engedi a mártózást, ezért inkább, ha lehet, kihagyom. De van rá esély ezen a meredek partszakaszon, amit egy kotrógép alakított ki. Akadó szinte nincs, egy-két behullott fágon kívül semmi nincs a vízbe. Egy nagyobb harra is bőven lenne vele, a kis horoggal is esélye. Spitzbottal talán megszaggatna valami komolyabb példányt ebben a ósóval felszerelt horgászbottal, ami már majdnem bolonyai bot, ha bár az van ráírva. Hopp, viszi, jaj, de szép, gyere csak ki. Ez az, ez is megvan. Tehát ilyen sűrűn vannak itt a kapások. Sajnos az egyed méret az nem túl nagy. De viszont kapás sűrűség az kárpótol mindenért. És egy kicsit izgulok is, mikor lesz egy komolyabb kapás esetleg. A kocsi árnyékába megbújva, leülve vagy le. Googolva, talán nem vesznek észre, és ide csábulnak. Sodrás az sajnos nincs, hát az etetőanyagot nem viszi el a víz. Nem lehet üzenetet küldeni a halaknak itt. Csak ami erre téved, az bírom megfogni. Egy 2-3 napos etetés meghozná a nagyobb hal sikerét, de sajnos arra most nincs esély.
Lesz-e még egy kis akció talán? Nem tudom. Reménykedem. Mert a horgászok azok reménykednek. Nem látnak a víz alá, nem tudják, mi történik. Bármi rákat a horogra bármikor. Madarak elég kellemesen csivitelnek a távolba, hopp, gyere csak ki, pajtás. Ez is egy kárász. Sajnos az egyed méret az nem olyan nagy. Így, szépen. Jó van, nem volt veszélyes. Nem ment a bölcsesség fogáig hátra. Megint fel a félbevágott kukorica. Mert a csonti, az mondom, nagyon tré. Nagyon rossz minőségű, nem figyeltem oda. A szágban is. Gyülekeznek a halak. Aki szereti a sült halat, ezeket a kicsiket, az bátran látogasson ide. Már ebbe a kora tavasz időbe is lehet fogni. Habár a naptár az nem azt mutatja, de sajnos az időjárás az még mindig a kora tavaszi jelleget tükrözi. Hol ide, hol oda próbálom tenni az úszót, hát hogyha. Pont ott tartózkodna egy szebb példány. Ennek a kis csatornának a ragadozó állománya a legjelentősebb. Csúcs szezonban itt rengeteg horgász tartózkodik. És úgy gondoltam, hogyha ragadozó ilyen sok, akkor biztos a fehérhal is kecsegtető darabszámmal büszkélkedhet, amiből én egy pár darabot bírok fogni. Tehát nem véletlenül van itt ennyi ragadozó hal. Csend és nyugalom. Semmi zaj, szerencsére. Várom, várom, türelmesen várom. És újabb kép, egy újabb összevágás, megigazítom így, mi? És akkor a szágból átkerültek a halak a vödörbe. Pár darab keszek, kárász. És ezeket azt hiszem visszadobáltam. Itt van talán a legszebb. Nem egy csúcs példány, de azért. Lögdölnek szegények, mert most még kevés a víz. Hamarosan sokkal több víz lesz. Nem vagyok annyira ínyenc, hogy ezeket megegyem, pedig ezek sütve nagyon finomak lennének. Na, sziasztok, halacskák! És mindenkitől elköszönök. Üzd mindenkinek, legközelebb is tartsatok velem. Sziasztok mindenkinek, sok sikert, görbüljön a bot is. Pa, pa.